Szerencsváros önkormányzata és a Szerencsi Borbarátok köre a Szerencsváros napja programsorozathoz kapcsolódva tartotta meg a 14. pálinka és bormustrát április 13-án. Idén több mint 70 pálinka és borminta közül választották ki a legjobb minőségű nedűt. Szakavatott zsűri ízleli az egyik bormintát. A Szerencsi Borbarátok köre 14 évvel ezelőtt gondolta úgy, hogy megrendezi a Szerencsi Pálinka és Bormustrát azért, hogy a termelők visszajelzést kapjanak az általuk előállított italokról. Az idei versenyt április 13-án rendezték meg a Várudvari Vigadalom keretében. Az eseményt Nyíri Tibor polgármester nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy az ehhez hasonló megmérettetések arra sarkalják a termelőket, hogy minél magasabb minőségű nedüket állítsanak elő. Varkoly Ádám, a mustra főszervezője kiemelte, hogy idén is szép számmal érkeztek minták a versenyre. Az idei évben közel 70 minta érkezett, 30 pálinka környékén és 40 bor minta. Most idén egy-egy bizottság kóstolgatja, úgyhogy elég hosszú a sor, úgyhogy eléggé izgalmas az idei évben ez a kóstolási sor. Tehát nagyon reméljük azt, hogy egy olyan borok fognak aranyérmet nyerni, akik igazán is meg is érdemlik. A bizottság azért mondhatom azt, hogy mindenki a legmagasabb tudásával és szakmai hozzáértésével kóstol. Az elbírálás során több szempontot is figyelembe vesznek az ítészek. A bor esetében a megjelenés, illat és zamat volt a meghatározó, a pálinkát pedig a technológiai korrektség, az illattipikusság, az ízjellemzők, valamint a harmónia alapján ítélték meg a szakértők. Az egész napot átívelő kóstolás után a zsűri döntése alapján a pálinka kategória győztese Varkó István lett, aki a hegyközségi tanács külön díját érdemelte ki. A bor kategória győztese és ezzel Szerencsváros bora cím tulajdonosa szintén Varkó István lett, aki egy 2008-as 5 puttonyos aszúval nyerte el az elismerést.